Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-én alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak a Polgári Védelem Világnapjának megrendezéséről. Magyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz. Ezen a napon azon elődeinkre emlékezünk, akik a polgári védelem területén tevékenykedtek, akik a legszörnyűbb körülmények között is a humanitárius eszmét szem előtt tartva dolgoztak és tettek meg mindent a lakosság védelméért, akár életük kockáztatására is. A Polgári Védelem Világnapja alkalmából Pakson szervezett ünnepséget a helyi katasztrófa védelmi kirendeltség. Kis János Róbert tűzoltó alezredes a polgári védelem kialakulásának, fejlődésének történetét idézte fel ünnepi beszédében. Elhangzott továbbá az is, hogy a reagálás terén a munka látványosabb része az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek létrehozása, felszerelése és begyakoroltatása. 2012-ben országszerte megyei mentőcsoportok alakultak, akik önkéntesekből állnak. Tolna megyében a lakosság védelmét 302 fő garantálja, ez a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság személyi állománya. Elképzelhetőek lesznek olyan helyzetek, amikor létszám többszörözésre van szükségünk, a technikai eszközök többszörözésére van szükség, ilyenkor jöhetnek számításba az önkéntes és köteles mentőszervezetek, önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek. Nagyon fontos, hogy Tolna megyében mintegy 20 önkéntesen szerveződő mentőszervezet működik, egy Gemenc mentőszervezet megye illetékességgel, 6 járási mentőszervezet, és nagyon büszke vagyok arra, hogy 2016 év végén 13 települési mentőszervezetünk dolgozott már a megyében, mintegy 350 fővel. Dr. Balázs Gábor a Polgári Védelem Világnapja alkalmából elismeréseket adott át. Többek közt dr. Struhás Sándort, a Paksi Ipari Park Kft. Ügyvezetőjét a katasztrófavédelem munkájának segítéséért ajándéktárgy elismerésben részesítette. Ha egy ipari parkról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos azt tudni, hogy veszélyes üzemek vannak egy ipari övezetben és ipari területen, és alapvető feladatunk nem csak az üzlettel foglalkozni, hanem a biztonsággal is. És ebben az együttműködésben nekünk hosszú-hosszú évek óta egy nagyon jó kapcsolatunk van a katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel, és én azt gondolom, hogy a megelőzés, az engedélyeztetési eljárásokban az együttműködés, azt követően, ha kell, oktatások tartása, vagy esetleg helyszíni gyakorlatoknak a megszervezésében együtt működünk, együtt dolgozunk, és én azt gondolom, hogy ez a hozzáállás és ez a valós együttműködés, és nem csak beszélünk róla, ez az, amit ma elismertek. A megyei mentőszervezetek 2016-ban 100 millió forintra pályázhattak, a beszerzett eszközök átadására az ünnepségen került sor. A Paksi önkéntes mentőszervezet képviselője 5 darab úgynevezett melles csizmát vehetett át.